Abban a korban élünk, hogy a fiatalok, akik népzenét szeretnének tanulni, őnekik már nincs lehetőségük arra, hogy a régi muzsikusokkal találkozzanak, azokkal a zenészekkel, akikkel még nekünk volt lehetőségünk, már csak maradtak a gyűjtések, a videófelvételek, fényképek, hangfelvételek. Úgy tudjuk átadni ezt a zenét, ennek az eszenciáját, hogy megmutatjuk. Mi vagyunk igazából a kapocs. Ő közöttük és a régi zenész generációk között. Nem tudtuk ennek jelentőségét, hogy kis magnómmal felvett zenéket 20 év múlva, mint kincsként fogunk tekinteni rájuk, és az akkori élményekből fog tudni táplálkozni. És most ott tartunk, hogy itt vannak ezek a tanfolyamok, és jönnek a fiatal zenészek, gyerekek, felnőttek. Hitelesen igyekszünk átadni. Persze az egészet a saját egyéniségünkön átitatva, mert mindenki máshogy értelmezi kicsit ezt a zenét. Óriási vita van most, ugye, mi számít autentikus zenének, és bezzeg, aki feldolgozza, az mekkora bűnkövet. Hát én azt állítom, hogy mindenki feldolgozza ezt a zenét, aki elsajátítja és saját egyéniségén keresztül mutatja meg. Kell ismerni a zenének a struktúráját, néprajzi vonatkozásait is valamelyest. Meg kell tudni állapítani a zenei hibákat és a stílusjegyeket. Szerintem ez a legnehezebb része, hogy ezt úgy tudjuk prezentálni, hogy igen, 80 éves volt, nem tudta már a hegedűjét se tartani, de ő, amikor annyi idős lehetett, mint mi eredetejében, vajon hogy játszhatta el? Rengeteg kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, és nem szabad vakon ugyanazt lemásolni, mert ha úgy vesszük, a másolás az nem művészet. Ez itt a népzenéjét központja. Második alkalommal itt került megrendezése például a felvidéki népzenész találkozó. Idén 16 felvidéki zenekar vett részt. Úgy gondolom, hogy a tanfolyam is valamilyen féleképpen ez hozzájárult. Felvidéken, Komáromban ezt tekinthetjük itt a fellegvárának. Figurnépzenei tanfolyamnak ez a harmadik és egyben befejező alkalma. Nagyjából mindig kijön, hogy a fele az szlovákiai, másik fele pedig magyarországi. Úgyhogy ez egy nagy találkozópont, és tényleg már az van, hogy várják az következő alkalmat, mikor találkozzanak, és mikor játszanak újra együtt. Adja az alapot a zenének. Most a ritmikai és a basszus alapot is egy személyben. Mi tartjuk össze a zenekart? Jó kísérettel a közepes prímás is nagyon jó zenekar csinálhat. Nagyon sok jó zenész van mindenfele, csak nem tudnak hangszeren játszani. Egyik legjobb a Hofi Géza például. Fejében megvan a zene, de hogy el tudjuk játszani, azt a hangszere meg tudjuk valósítani, azt a hangot, azt a tónust. No, ehhez kell a maga a technika, a hangszertudás.
Itt a népzenei tanfolyamoknak szerves része a táncház. Gyakorlatilag nem kell játszanunk a táncházban nekünk, mint tanároknak. Ez egy óriási eredmény. Nyilván nem én tanítottam meg hegedülni ezeket a gyerekeket. De amit tudok adni nekik ezekkel az alkalmakon, egy közösséget, igazából szabad muzsikálás, amikor nincs színpad, nincsen koreográfia, hanem a maga természetes közegében tudják használni ezt a zenét. Ha ezt a feelingből kapnak valamit, akkor én már boldog vagyok.